A Neszhányőri MB2 keleti csoportjának 20. fordulójában a tavaszi szezonban kiváló formában futballozó Észak-Borsodigárd látogatott Mezőkövesdre március 31-én. A vendégek Kiprich József vezetésével valósággal megtátosodtak, ugyanis a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzésüket megnyerték, és már a 8. helyen álltak a tabellán. Ami azt illeti, a formájukra labdarúgóink sem panaszkodhattak, hiszen Bogdányék akárcsak ősszel a tavaszi szezonban is villámrajtot vettek a szezon elején. Együttesünk ugyanis a 3 tavaszi mérkőzésén 3 nagyszerű győzelmet aratott, ráadásul a Szolnok ellen hazai pályán elért 3-1-es sikert követően a Nyíregyháza és a Vasas elleni felsőházi rangadókat egyaránt vendégén nyerték meg labdarúgóink 3-0-ra, illetve 3-2-re. Az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása miatt nagyon mély talajon voltak kénytelenek egymásnak feszülni a csapatok, így nagy küzdelemre lehetett számítani a megyei rangadón. Az összecsapás ennek ellenére kitűnően kezdődött a miénk számára, hiszen labdarúgóink Dobos fejesét követően már a második percben előnyhöz jutottak. A gól után a körülmények ellenére nagyiramú és élvezetes mérkőzést láthatott a közönség, miután mindkét csapat a támadójátékra helyezte a főhangsúlyt. A 7. percben egy jobb oldalról, mintegy 12 méterről megeresztett lövést védett szépen Szántai. Ezután egy becsúszást követően Dobos maradt lent a földön, akit az ápolás ellenére le kellett cserélni a 10. percben. A középpályás helyére Lipusz érkezett. Csapatunk a 20. percben tovább növelhette volna az előnyét, ugyanis egy gyors akció végén a lendületben lévő Hamarra hátulról rácsúszott egy barcikai védő a 16-oson belül, azonban a játékvezető sípja néma maradt. 7 minutummal később menugunk lépett ki egy nagyszerű indítással. A kövesdi támadó jó ütembe húzta el a labdát a kapujából kifutó Szabó mellett, azonban az éles szögből leadott lövését Fótyik a gólvonal előtt szögletre mentette. Fél óra elteltével ismét Mennogunk volt a főszereplő, aki remekül szalomozott végig a barcikai játékosok között, de a középrádása után hárítani tudtak a védők. A játékrész végén a vendégek többször is próbálkozhattak kapura lövéssel. Először Kiprich közeli fejese került el kevéssel a jobb alsó sarkot a 38. percben, majd 4 minutummal a félidő vége előtt óriási lehetőséghez jutottak a látogatók. Egy barcikai akció során Szalai rántotta le vollentet a 16-os vonalánál, és a játékvezető büntetővel jutalmazta a megmozdulást, ráadásul Szalai megkapta a második sárgalapját, így csapatunk létszámhátrányba került. A megítélt büntetőt a korábban Mezőkövesden futballozó Jeremiás végezte el, azonban a bal sarokba tartó lövését Szántai nagy bravúrral szögletre mentette. A 11-es után Bogdány összeszólalkozott egy vendégjátékossal, amiért a játékvezető kiállította az alapvonalon kívül elhelyezkedő kövesdi támadót. Fordulás után azonnal egyenlített a Kazincbarcika. A vendégek a középkezdés követően az első akciójukat gólra váltották, mivel Kovács okos emelésébe Szántai már nem tudott belepiszkálni, így a labda a kapu bal oldalában kötött ki. Az egyenlítő találat után a vendégek játszottak jobban, de a mezőnyfölény ellenére nem sikerült gólt szerezniük. Az 51. percben Tátrai fejjel tévesztett célt, majd az 57. percben Lipusz baloldali beadásáról a középen berobbanó Hamar csak centikkel maradt le. Egy órányi játék után éles vezetgette a labdát a baloldalon, majd lövésre szánta el magát, azonban a jól helyezkedő Szabó magabiztosan hárított. A villámgyors ellentámadás végén Szántai futott ki a kapujából, és jó ütemben becsúszva lábbal mentett. Az egyre mélyebb és sárosabb pálya alaposan megnehezítette a csapatok dolgát, ugyanis a labda sokszor megült vagy lelassult a sárban, így a támadások felépítése körülményesebbé és lassabbá vált. A rossz talaj a kapusokat is alaposan próbára tette. A 71. percben Kasszádó ártalmatlannak tűnő lövése furcsán pattan meg a vízes talajon, és kis híján becsapta Szántait, aki végül szögletre mentett. 2 minutummal később Lipusz remek beadását követően Hamar fejelt a kapu fölé éles szögből. A megyei rangadó utolsó 10 perce 2 nagy barcikai lehetőséggel indult. A győzelemre hajtó vendégek egy szép akció végén Kasszádó révén kerültek helyzetbe, azonban a támadó, miután végigcselezte magát a kövesdi védelmen, az oldalhálóba lőtt. Egy perccel később ismét a barcikai játékos villant, azonban a lövése ezúttal sem talált utat a kapuba. A futball örök törvénye beigazolódott a mérkőzésen, miután a baloldalon futó ellentámadás végén Lipusz lőtte be keményen a labdát, és a középen remek ütemben érkező George a kapuból rossz ütemben kilépő Szabó mellett becsúszva pazarmozdulattal helyezett a hálóba. A gól után nagy erőket mozgósítottak a látogatók, ennek ellenére csapatunk előtt adottak nagyobb helyzetek. A rendes játékidő vége előtt 3 perccel Bognár és Komlósi viaskodott a labdáért, majd a barcikai védő az önuralmát elveszítve könnyökkel hátraütött, amiért a játékvezető azonnal kiállította. A hátralévő időben már nem történt említése méltó esemény, így csapatunk óriási akaraterejének köszönhetően itthon tartotta a győzelemért járó nagyon fontos pontokat. A mérkőzés végeredménye Mezőkövesd Zsóry SE, Kazincbarcika 2-1. Döntő fordulatot kiadtuk rögtön a 11-est az első félidő végén, és a második félidőben meg rengeteg helyzetet kidolgoztunk, de hát nem tudtuk őket berúgni. Én gratulálni tudok csak a csapatomnak, tehát nagyon jól küzdött a bajnok aspiráns ellen. Kívánom a Kövesdnek, hogy nyerje meg a bajnokságot. Két nagyon jó formában lévő csapat lépett pályára itt Mezőkövesden. A körülményekre mennyire készültek fel, egyáltalán fel lehet-e készülni arra, hogy ilyen talajon kell majd megmérkőzni, amely láthatóan azért megnehezítette a mérkőzést, illetve a játékosok dolgát? Igen, hát a folyamatos játék az kevés volt, hisz megállt a pocsolyá, a labda pocsolyába. Hát mind a két csapatnak egyforma körülmények voltak, tehát arra nem lehet hivatkozni. Mennyire volt összességében a csapatának a játékával, a mutatott játékával elégedett, illetve egyáltalán lehet-e értékelni ilyen talajon a mutatott játékot? Hát figyelj, én azt tudom értékelni a csapatban, hogy csúsztak-másztak 90 percig, mentek a sikerért, ki akartak még egyenlíteni, tehát én ezt maximálisan tiszteletbe tartom. Szántai Levente az előző fordulókhoz hasonlóan a megyei rangadón is kulcsfontosságú védéseket mutatott be. A kapus szerint a csapategység diadala volt a Barcika ellen aratott győzelem. 10 emberrel is küzdöttünk, hajtottunk, kisegítettük egymást a nehéz szituációkba. Említhetném például, amikor Lipusz Norbi az ötösön becsúszva szerelt, és hát a George gólja az fantasztikus volt, az egy felemelő élmény. Hogy láttad egyébként belülről a mérkőzést, mennyire volt nehéz ezen a talajon egy jó ellenfél ellen felvenni a harcot és megnyerni a találkozót? Egész héten úgy készültünk, hogy alkalmazkodunk a körülményekhez, és a mester folyamatosan ezt mondta is nekünk az öltözőben, hogy ne foglalkozunk azzal, hogy hol játszunk, illetve hogy lesz-e mérkőzés, úgy készüljünk, hogy megnyerjük a csatát, akármilyen körülmények is vannak, és ez látszott szerintem a mérkőzésen is, hogy az első perctől kezdve alkalmazkodtunk, annak ellenére, hogy már 2 hete műfőn edzünk, alkalmazkodtunk a pályához, és én szerintem ennek volt köszönhető a győzelem, hogy alkalmazkodtunk, és amikor harcolni, küzdeni kellett, akkor az. Amikor pedig játszani és futballozni, akkor meg az. Mert azért azt észre lehetett venni a mérkőzés folyamán is, hogy nem vagdostuk előre a labdát, hanem a középpályán próbáltuk megjátszani, és a Farkas Balázsnak a játéka szerintem kiemelhető és fantasztikus volt, hogy hihetetlen jó helyen volt nála a labda egész mérkőzés során, és ez is nagyban hozzájátszott ahhoz, hogy meg tudtuk nyerni ezt a fantasztikus megyei rangadót. A rutinos hálóőr kivédett büntetője meghatározta az összecsapás alakulását. Szántai Levente az éppen Mezőkövesdről Kazincbarcikára távozó Jeremiás lövését hárította a 42. percben. Mély érzések voltak bennem, mert ugye Jeró itt volt nálunk, és mint játékos, meg mint ember is kifejezetten szeretem őt minden mai napig, de hát ugye mérkőzésen ez egy nagy igazság, nincs barátság, úgyhogy úgy álltam oda a gólvonalra, hogy kivédem a 11-esét, és hála jó Istennek sikerült, ezúton szeretném a kivédett büntetőt, és a győzelmünket is az Elek Norbinak meg a családjának ajánlani. Véber György vezetőedző szintén úgy látta, hogy a csapategység segítette győzelemhez labdarúgóinkat a megyei rangadón. Kezdeném azzal, hogy ugye kételyek merültek fel a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban, és én egész héten azt forszíroztam, ha nyakig ér a víz, ha sár, bármi van, nekünk játszani kell. Aztán a tegnapi eredmények tudatában még jobban megerősített engem ez a dolog, és hál' Istennek meg is történt, hogy lejátszottuk a mérkőzést, ugyanis én úgy gondoltam, hogy egy próbatétel elé kell tenni a csapatot. Az a csapat, amelyik nagyszerű körülmények közt nagyszerű futballt mutatott be eddig 3 mérkőzésen, azon az úton haladva, amit ugye télen is nem, ez már mindenki unja, gondolom, ezt a mentális erőt, hogy képes-e feldolgozni, hogy függetlenít-e magát mindentől. Na most a mai mérkőzés nem csak egy, hanem 3 hős költemény, mert túltettük magunkat a körülményeken, túltettük magunkat azon, hogy elképesztő, amit ellenünk műveltek a mai mérkőzésen, tehát ez 14-9 elleni futball volt, és úgy általában túltettük magunkat azon is, hogy egy-egy után lélektani hátrányban voltunk, tehát a csapat újabb lépcsőfokot mászott meg. Egy olyan extrém körülmények közt vívtak ki ezt a győzelmet, ami tényleg csak a legerősebb csapatok ismérve, úgyhogy úgy gondolom, hogy amilyen útra léptünk az első 3 fordulóban, azt most megkoronáztuk, és akkor innentől kezdve viszont nincs appelláta. senki nem hivatkozhat nekem semmire. Az a csapat, amelyik így tud küzdeni, hajtani, helyek közben még futballoztunk is az a lehetőségek közt, az nem hivatkozhat innentől majd semmire. Nyilván lesz hullámvölgy, nyilván lesz ez és az, de hullámvölgyön majd az ilyen mérkőzések tapasztalata segít át minket. Úgyhogy most bátran kimerem mondani, hogy ez a csapat a mai mérkőzéssel megérett arra, hogy kijelentsük, hogy a bajnoki cím lehet csak az egyetlen egy célunk, ami még egy hatalmas előny. Ugye 3 forduló alatt bedolgoztunk 7 pont hátrányt, egyszer elherdáltunk ennél nagyobbat, most behoztunk egy azért tetemesnek mondhatót, úgyhogy kezünkben van a sorsunk, és nagyon sokan akarnak úgy néz ki tenni ellene, mert ez már nem az első azért, attól függetlenül így a tévében, hogy mondjam el, hogy a Vasas ellen is óriási ellenszél volt azért, és mégis a csapat hihetetlen akaratról téve tanúbizonyságot, és futballal megnyerte a mérkőzést. Úgyhogy én most ebben a pillanatban kijelentem, hogy ennél nem akarom, hogy alábbadjuk, mert ezt most már tudjuk. Tanulva mindenből, nem tudom, sokan féltenek minket, hogy az őszi hullám nem lesz, mert más ez, más teljesen, minden más, és jó úton vagyunk. Nagyon boldog vagyok, úgyhogy lehet, hogy kicsit túl optimista is, de ez inkább az, amit a csapatnak is sugallok, hogy ez nem csak kincstári optimizmus, hanem az elvégzett munka, és a tudásuknak az egyvelege adja azt, hogy egy kidüllett mellel lehessen közlekedni a futballpályán. A szakember szerint a második félidő elején bekapott gólnak is megvannak a tanulságai. Van még hova fejlődnünk, mert nyomatékosítottam a mérkőzés előtt, hogy ezen a talajon óhatatlan lesz, hogy becsúszik bármi. Csak olyanért kapjunk sárgát. Szalai Vili megcsinálta azt, hogy oda ment kakaskodni, de teszem hozzá, megkérdeztem az asszisztens, tehát nevetséges semmi. Hát az én időmben akkor én körülbelül 3 naponta nem játszottam volna mérkőzést, ha ezekért sárga meg piros lapot adnak. A Bogdán Csaba kiállítása pedig szintén állítólag az ellenfél játékosát sértette meg. Lassan ott tartunk tényleg, hogy szendeszüzeknek kell a futballpályára kimenni, és akkor majd lesznek ilyen 2-2-ink, meg 0-0-ink Törökországban, mert csak steril jó fiúkat nevelünk. Nem léptük át a sportszerűtlenség határát egyik esetben sem, de attól függetlenül ez fegyelmezetlen dolog volt, mert komoly hátrány, mert a Csaba meg volt tervezve, hogy a gyorsasága ezen a talajon, és kiiktatott. Az volt megbeszélve, hogy milyen szerkezetben próbáljuk 10 emberrel megállítani a ellenfél támadásait, és abból, hogy megyünk át támadásba, mert egyértelműen azt szerettem volna, ha a játék ugyanolyan mederbe folyik, nem szorulunk be, nem is szorultunk be, tehát itt van az, hogy ember felett itt nyújtott minden játékos a pályán és pályán kívül is. És hát nyilván ezt szolgálta az is, hogy 3 csatára rohamoztunk a második félidőben is, hiszen Lipusz, George és Hamar is ott maradt a pályán. Így van. És még a kemény Tomin gondolkoztam a 4-en, csak a Bognár Steffi nagyon elfáradt, tehát ott azért stabilizálni kellett. Mit ad Isten, akkor már nem ült a csere, mert pont akkor állították ki az ellenfél játékosát, de akkor már jobb volt ezt így hagyni. Úgyhogy nem fogjuk feladni az elveinket mindenhol a saját. És minden körülmény közt a saját játékunkat játszani. Tehát mondom, itt utalok vissza. Nagyon örülök utólag, hogy lejátszottuk a mérkőzést, mert ez óriási lökést és erőt kell, hogy adjon, és hát tabella. Első helyen húsvétolunk. Ebben a fordulóban a Békés Csaba Nyíregyházára látogatott, míg a Vasas a Szolnok otthonában vendégeskedett, és együttesünk az élenálló kettős újabb botlásának köszönhetően az első helyre lépett előre, amire legutóbb a 10. fordulóban volt példa. A tabellát csapatunk vezeti 35 ponttal, a 34 pontos Békés Csaba és a 33 egységet szerző Vasas előtt. Labdarúgóink legközelebb a Szeged 2011 vendégeként lépnek pályára április 6-án szombaton 16:30-tól. Bagiék ezt követően a Békés Csaba ellen elmaradt rangadót fogják bepótolni április 10-én szerdán. Az összecsapás szintén 16:30-től rendezik meg a városi sportpályán.